itt vagy, és mi akarunk rád nézni. Akarunk a házunkba engedni, és akarjuk a jobbik részt választani, hogy hallgatunk téged, és figyelünk rád. És közben el fog készülni az ebéd, és meg lesz csinálva minden, mert amikor veled vagyunk, akkor a dolgok megtörténnek olyan módon, ahogy képtelenek lennénk rá. Olyan módon, ahogy ember nem tudja elkészíteni, csak te. Köszönjük ezt neked, Úr. Amen. Halleluja. Ma úrvacsorázni fogunk, és azért is egy kicsit rövidebbre veszük az alkalmat. Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevére. Nagyon hálás vagyok ezekért az üzenetekért. Ja, csak úgy mondom, hogy a kezem az, miközben az ördögnek a torkát szorítottam, és kifolyt a vére. Megfogta. Na szóval ez egy olyan szer, amivel a Máriának a felfekvéseit kenegetem, és azt nem megy le. Tehát most meg vagyok bélyegezve. Nem könnyű, úgyhogy imádkozzatok értem. De az Úr adott erőt, és fog is adni erőt nekem továbbiakban is. De nem csak nekem, hanem nektek is. És ne felejtsétek el, hogy mindenkinek az a nehézség, amiben benne van, az egy olyan pont, ahol az ördög be akar menni az életedbe. A nehézséget az egy olyan pont, ahol meg akar találni téged az ellenség. Hogy keserű legyél, hogy hitetlen legyél, hogy feladjad, hogy összetört legyél, hogy egy tönkrement, frusztrált életű ember legyél. Ezért nem csak az én nehézségem nehéz, mert nehogy azt higgyétek, hogy ez különösen nehéz, mert nem különösen nehéz, mert mindenki, amiben benne van, ott megkapja az erőt ahhoz, hogy ki tudjon tartani. Tehát nem hagy az Isten feljebb kísérteni téged, meg engem sem, de hogy elviselhetnénk. Sőt, minden kísértésben megadja a kimenekedést. Sőt, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És nem lehet másképp gondolkodnunk magunkról, gyerekek. Egyszerűen nem lehet az, hogy egy ilyen borzalmas állapotban megenged magadat, hogy legyél, hogy a hitetlenség felnőjön, a keserűség felnőjön a szívedbe, hogy a vádlások, az értetlenségek, mert rengeteg dolog van, amit nem értesz, meg se érthetsz azért, mert nem kaptál kijelentést, és az eszeddel ne is próbáld megmagyarázni. Annál borzasztóbb dolog nincs, amikor a hívő ember megpróbálja az eszével megmagyarázni a dolgokat, és nem kijelentés alapján. Ha nem kijelentése alapján szolgálsz, ha nem kijelentés alapján éled az életedet, akkor bajba kerülsz, mert az eszed képtelen megoldani az Istennek a dolgait. Egyáltalán csak a szíved képes felfogni az Istennek a dolgait, az eszed nem tudja felfogni. El van rejtve az Istennek a dolga az értelmed elől, el van rejtve az okosságod elől, el van rejtve a bölcsességed elől, és a kis dedeknek jelenti ki, akik olyanok, hogy a szívük szerint élnek, mert a kisgyermek nem tud még az okossága szerint, és a tapasztalatai szerint, és a tanítások szerint élni, mert nem okos, és nem tapasztalt, és nem tanították még semmire. De van egy szíve, ami által érzi, hogy ki az ő apja és az édesanyja. Pontosan érzi, hogy hova mehet. Hol van az a biztonság, ahol rátalálhat az ő életére. És az Isten azt akarja, hogy ilyen legyél, mint egy kisgyermek, aki megy az atyához, és betölti az atya az ő szeretetével. És tudom jól, hogy vannak dolgaid, amikben küzdködsz, vannak betegségeid, amiben szenvedsz, vannak bűneid, amiből még nem tudtál kijönni, vannak olyan dolgok, amik megkötöztek téged. De ne felejtsd el, hogy gyere az Istenhez. Mert az Isten azt akarja, hogy ahogy vagy, gyere hozzá. Azt akarja, hogy vagy, öleld át őt. Ne mondjad, hogy majd, ne mondjad, hogyha majd jobban leszek, majd, hogyha kijöttem ebből, vagy kijöttem, nem tudsz kijönni a saját erődből. Szükséged van az atyai szeretetre, az atyai házra, az atyai melegségre. Szükséged van arra az életre, ami belőle folyik ki, és ami betölti a bensődet, az örök életre szökő vízforrás, amikor bejön a bensődbe, és föltör belőle, akkor válsz képessé arra, hogy kigyere a gödörből. Különben nem tudsz kijönni.
Ezért egy hamis tanítás az, hogy legyél jó, és akkor majd az Isten szeretni fog, hanem gyere az Isten szeretetéhez, és akkor majd jó fogsz lenni. Amen. Ez az evangélium. Amen. Ettől zártak el bennünket, és ehhez akar visszavezetni bennünk az Isten. Az Isten, aki az ő szeretetével keresett meg bennünket. Az Isten, aki az ő kegyelmével hajolt le hozzánk. Az Isten az, aki Zakkeusnak odaszólt, hogy tiszta. Zakkály azt jelenti tiszta. Azt mondja, hogy én tisztának látlak téged, és bemegyek a házadba, és nem leszek tisztátalan. Az a tisztaság, amit én látok benned, az az igazság. És nem az összes szemét, amit rád nyomott az élet, meg a tested, meg a környezeted, meg a bukásaid, meg a szenvedélyeid. Mert ezek a dolgok tönkretettek. De én azért jöttem, hogy életed legyen. Azért jöttem, hogy felemeljelek téged. Azért jöttem, hogy betöltselek téged. És képzeld el, hogy az ördög azt akarja, hogy elválasszon ettől a szeretettől. Mindenképpen a vallásosság, és most a vallásosságot most ugye lehet jó értelemben és meg rossz értelemben is használni. Én a rossz értelmét szoktam sokszor használni, de egyébként egy ember, ha megkérdezi, hogy most vallásos vagyok-e, akkor azt mondom, hogy igen, vallásos vagyok. Már nem kérem, nem én hívő vagyok, nem érti meg, akkor most mi van? Vallásos vagyok, és akkor azt érti ez alatt, hogy Istenbe hiszek. De a maga a vallásosság, ami Krisztust megölte, a zsidóknak a vallásossága, az ma is itt van. Ma is itt van, és meg akarja ölni a Krisztust. És az a vallásosság pontosan ez, hogy meg kell felelni, pontosan ez, hogy valamilyen szintre el kell jutni, hogy meg kell tisztulni, és akkor majd az Istenhez jöhetsz. Ez a vallásosság, ez a te erőd, ez a Mártának a szolgálata. Az, hogy ő akarja kiérdemelni ezt, akarja felmutatni ezt, akar valahogy oda menni. És a Mária pontosan ezt utasítja el, vagyis a szívéből egyszerűen oda megy, és betöltekezik a Jézusnak a jelenlétével, mert tudja, hogy ő nem tud nélküle élni. Nem véletlenül keni meg aztán ez a Mária, pont Jézust olajja, pont Jézust azzal a kenettel, ami aztán elkísérje egészen a keresztúton, végig ez a gyönyörű illat. Mert a szívéből élt ez a Mária. Mert ő már nem volt hajlandó saját magára nézni. Nem volt hajlandó a gyengeségeire nézni. Nem volt hajlandó az eséseire, a bukásaira nézni, hanem Jézusra nézett. És ez a nézés, ez az, ami a jobbik rész. Ez a jobbik rész, hogy nézzünk Krisztusra, gyerekek. Minden arra megy ki, hogy ne, hogy magadra néz, a hibádra néz, az összeveszésedre néz, a gyengeségedre néz, a halálodra nézzél, a bűneidre nézzél, és amikor erre nézel, úgy leszel, mint Péter, hogy elkezdesz süllyedni. És nem tart meg a víz. Egyébként meg megtart a víz. Egyébként meg tudsz menni olyan dolgokon, amin ember nem tud menni. Ember nem tud elmenni. De te alkalmassá váltál arra, hogy az új szövetség szolgálatába álljál be. Alkalmassá váltál arra, hogy Krisztusnak a gyermeke legyél. Alkalmassá váltál arra, hogy szent legyél és tiszta. És igenis a te alkalmasságod nem magadtól van, hanem ettől a gyönyörű örömhírtől, hogy átölelt bennünket az Isten. És ez az isteni ölelés tett alkalmassá bennünket erre. Most a János leveléből olvasok egy kicsit, még nem leveléből, hanem evangéliumából, mert nem mentünk tovább, múltkor is így elkezdtem csak prédikálni. De ez most, amit mondtam, ez profétai beszéd volt. Ez, amit most mondtam, ez teljesen az Úrtól volt. Erre nem készültem, ez teljesen a szívem megérintődött. Isten mondta nektek ezt, és éreztétek, és érintett benneteket a Szent Szellem. Figyeljetek oda rá, mert ezek a dolgok fontosak. Semmi más nem fontos, csak ez fontos. A profétai beszéd, ami úgy világít a sötétségbe, mint a hajnalcsillag az éjszakába, és ami megmutatja neked azt az utat, hogy merre vagy, merre, hogy ne tévedj el, mert a sötétség nő. Olyan mértékű a sötétség, hogy az emberek rémülten futkároznak már most. Nem akármilyen sötétség jön a világra. És neked szükséged van a profétai beszédre. Szükséged van a magad életében is az Istennek a kijelentésére. Szükséged van arra, hogy meghalljad az ő hangját. Meghalljad, amit mond is a János 10-ben, hogy az én juhai hallják az én szómat. Figyelj ide, életbe vágóan fontos, hogy halljad meg. Azt mondja, nevükön szólítom őket. Aztán kivezetem őket füves legelőkre, vizekhez, hogy megitatom, megetetem, a sebeiket begyógyítom, megtisztítom őket a sártól, mert az én juhaimat szeretem,
És akarom őket vezetni, előttük akarok menni. Akarom, hogy békességben legyenek. Akarom, hogy bátran legyenek. Hogy bátorságban legyenek. Döbbenetes ez a János 8, amit a Csabi is felhozott megint. Na, tényleg a benne hívő zsidók akarták a végén megkövezni. Nem a farizeusok, nem az írástudó ilyen tanítók, hanem ezek egyszerű zsidó emberek voltak, akik hittek Jézusnak. Így is kezdődik a János 8. És a zsidók, akik ő benne hittek, ott elkezdtek ő vele beszélgetni. És egyszerűen, hogy hogyan lehet az? Hogyan lehet az, testvérem, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és nem sokára eljutunk egy olyan pontra, hogy megkövezzük. Úgy lehet, hogy nem stimmel az az elképzelésünk az Istenről, amit belénk nyomtak. És az az elképzelés megöli a Krisztust. Hanem szükséges az, amit a Mária csinált, azt, amit a Zákeus csinált, azt, amit azok az emberek csináltak, akik kimertek lépni. Nem volt könnyű akkor se. Most se könnyű. Nem könnyű kilépni. Nem könnyű kilépni, hogy az Isten vezessen. Nem könnyű. Én nem gondoltam volna, azt hittem, hogy könnyen, de nem. A neveltetése, a vallásosságot, a gondolkodásod, a testi mi volt ott, ami meg akarja határozni, a törvénykezésed, az ítélkezésed, egy csomó minden, ami ott van, föl sorakozva, mint bástyák, mint falak, mint olyan kötelékek, amik meg akarják határozni az életedet, hogy eljutsál oda, hogy megkövezed a Krisztust. És amikor meghal a Jézus a szívedbe, akkor hiába imádkozol és olvasol Bibliát és jársz gyülekezetbe, nem ér semmit az egész. Amikor meghal Jézus a szívedbe, akkor nem tudsz mit csinálni, akkor élettelen vagy, akkor olyan leszel, mint egy sír, amit mond a Jézus is a farizeusoknak, hogy sírok vagytok, üresek vagytok, halottak vagytok, baj van veletek, tanítatok, de már nem értitek a lényeget. Olyanról beszéltek, amit nem éltek, amit nem tudtok megélni. Azt mondja, a farizeusok talán Mózes székébe ülnek, és tegyétek meg, amit mondanak, de ne kövessétek őket, mert halottak. Mert meg vannak halva, mert nincsen bennük élet. Mert sokszor azokban az emberekben, akiket ezek a farizeusok megvetettek, több élet volt. Jobbak. Hányszor vetted észre azt, hogy egy hitetlen jobban közelít az Istenhez, mint egy hívő? Hogy lehet ez, testvéreim? Hogy egy hitetlen kevésbé ítél el téged, ha elbuksz, mint egy hívő? Hogy lehet ez? Mert a hívők látják az igéket, és megítélnek, elítélnek, és károsztatnak téged. Míg egy hitetlen nem tudja ezeket, és csak azt látja, hogy bajban vagy, és lehet, hogy még jobban megközelíti az Istennek a szívét, mint mi. Hát nem lehet az, hogy keresztény létünkre kemények legyünk. Hát ez nem lehet, hogy nem arról ismernek meg bennünket, hogy mennyire szeretjük egymást és az Urat, vagy fordítva. Tehát igazából, ugye fölvetettem múltkor ezt a témát, mindjárt elolvasom a János, de most már nem. Uram, itt van. Az nem lehet. Fölvetettem azt a témát, hogy miért van az, hogy a kereszténységet a 2000 évben, a 2000 év alatt nem arról ismerték fel, hogy szeretjük egymást. Hogy lehet ez? Fel kell tennünk a kérdést magunknak. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Én is feltettem a kérdést saját magamnak is, meg az Istennek is. És tudod, mit mondott az Isten? Azért, mert nem fogadtátok el az én szeretetemet. Figyeled? Nem a szeretet kapcsolat határozta meg a kereszténységet, hanem a félelem, a pokoltól való félelem, a bűntől való félelem, a bűnök körül való mozgás. Természetesen a bűnökről is fogok tanítani, mert a bűn önmagában hordozza a büntetést. A bűn az tönkreteszi az embert. Én nem a bűn mellett akarok beszélni, sőt, igazából a kegyelem hoz ki egyedül a bűn rabsága alól. Csak az, semmi más. A törvény csak rámutat a bűnre és erőt ad neki. A kegyelem pedig elveszi a bűnnek az erejét és ad erőt neked, hogy kilépj a bűnödből. Ez az öröm hír. De az a legnagyobb bűn, gyerekek, hogy nem a szeretetbe jártunk. Ez a legnagyobb bűn. Ezért mondja a farizeusoknak, hogy a paráznák és az utcanők megelőznek benneteket Isten országába. Hogy lehet ez? Úgy lehet, hogy az ő szívük megtört. Megtört. Tudták, hogy bűnösök. Tudták, hogy bajban vannak. Tudták, hogy szükségben vannak. És nem úgy, mint az úgymond igazak. Tehát egyszerűen Isten azt akarja, hogy menjünk be az ő szerelmébe,
menjünk be az ő közelségébe, hogy teljesen bízzunk benne. Valami olyan módon, ahogy soha nem tettük még. Vagy olyan módon, ahogy az első érintés megérintett bennünket. Hát nézzétek meg, az első érintés mi? Az Istennek a szerelme. Az első szeretet. Az Istennek a szeretete. Hogy ő előbb szeretett téged. Amikor még bűnödben voltál, hitetlen voltál, nem is közelítettél felé, még meg se születtél, már meghalt érte. Érted? Már akkor szeretett. Ez az első szeretet. Ez az indító lövedék. Ez az indító mag. Ebből születtél meg. Ez az Istennek a, bocsánat, hogy ezt mondom, spermája. Mert ez egy szex. Egy jó értelemben értsed meg. Ez egy szerelem, amiben megtermékenyülsz, és újján születsz. Ebből a szerelemből. Ez a szerelem, amit Isten indított feléd. Gyönyörű. Ebből születtünk meg. Akkor ebbe kell, hogy járjunk. Szerelem gyerekek vagyunk. Szerelem gyerekek. Szerelemből lettünk megszületve. Szerelemből jöttünk a világra, az Istennek a szerelméből. Az Istennek a szerelmének a szorításából az szorítja a szívünket, ahogy Pál apostol mondja. És az ördög, tudod, amit múltkor mondtam a múltkori alkalmon, hogy az ördög ezt nem tudja máshogy kiütni, csak azzal, hogy elkezdi a törvényt behozni az életedbe. Elkezdi a károsztatás szolgálatát, a félelmet, a bizalmatlanságot. Azt, hogy nem is szeret téged az Isten annyira, azért, mert megnézted este a meccset és káromkodtál, amikor az ellenfél rúgott egy gólt. De most csak mondtam egy példát. Hányszor voltál így, hogy elbuktál, és jött az ördög, hogy nem vagy jó. De akkor dicsérd igazán az Urat, amikor nem vagy jól. Akkor gyere igazán hozzá. Amikor elbuktál, amikor bajba vagy, akkor. Ne arra nézzél, hanem arra nézzél, hogy ő benne, szent vagyok, tiszta vagyok, elfogadott vagyok. Abban a pillanatban megváltozik a körülmények, rendben jönnek a dolgaid. Abban a pillanatban megtapasztalhatod, hogy nem az ördögöt fogod dicsérni. Nem dicsérheted az ördögöt tovább már. Dicsérd az Urat. Emeld fel a szívedet. Képzeld el, szerelemre hívott az Isten téged arra, hogy betöltsön ezzel a szerelmével téged, és hogy bizalommal gyere. Most, amikor a János evangéliumot olvasok, van, ahogy a kenet nem enged ide ehhez a fához. De komoly, ez nem vicc. Nagyon érdekes, de szép is ez. A János 4-nél tartottuk a szamáriai asszonynál, úgyhogy menjünk végig a Biblián egy picit, a János evangéliumon. És ugye a szamáriai asszony befejezése azt mondja, két nap múlva Jézus elment onnan Galileába, tehát ez Szamáriából megy Galileába, és bár maga Jézus is megmondta, hogy a proféta nem tisztelik a saját hazájában, amikor Galileába ért, mégis szívesen fogadták azt, akik szintén ott voltak Jeruzsálemben az ünnepen, és látták mindazt, amit Jézus tett. Jézus újra elment a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban élt egy királyi tisztviselő, akinek fia beteg volt. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából, Galileába érkezett, elment hozzá. Megkérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, aki haldoklott. Jézus azt felelte, amíg nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő ezt válaszolta, Uram, gyere, mielőtt meghal a fiam, a gyerekem. Jézus ezt mondta, menj haza, a fiad élni fog. Ő pedig elhitte, amit Jézus mondott néki, és hazament. Útközben találkozott a szolgáival, akik azzal a hírrel jöttek elé, hogy a fia él. Akkor megkérdezte őket, hogy mikor lett jobban a gyerek. Ők pedig elmondták, hogy az előző nap délután egykor múlt el a láza. Az apa visszaemlékezett, hogy Jézus pontosan abban az órában mondta neki, a fiad élni fog. És hitt egész családjával együtt. Ez volt a második csoda, amit Jézus tett, miután Judeából Galileába érkezett. Na te figyelj ide! Tehát azt látjuk, hogy Galilea. Galilea, a Tiberiás tó, Galileai tó, Galileai tenger, ő itt mászkált Jézus, itt élt, itt volt a Péter háza, a Péter anyósa, majd mindjárt olvasok abból is. És tehát ezen a vidéken, ez egy nagyon szép vidék, hasonlít a Balaton felvidékre, nagyon szép. Szép a környezet, nagyon, nagyon szép a tó maga, a Galileai tó.
és sok hal van benne, belefolyik a Jordán folyó, és kifolyik belőle. Tehát átmenő víz van benne, és igazából nagyon-nagyon gazdag, és jó a klímája az egész helynek, tehát igazából egy ilyen édenkerti érzésed van, amikor ott vagy, rengeteg madár van, egy ilyen békesség, egy ilyen nyugalom ül azon a tájon. És ezen a helyen munkálkodott Jézus, itt a halászokat, itt választotta ki. És most képzeljétek el, azt mondja Jézus, hogy miért mondja ezt szerintetek, most ezt fölteszem nektek is, aki amikor Galileába ért, szívesen fogad, igen, Jézus újra elment Kánába, ahol a vizet, tehát ez is azon a környéken van már, ez a Kána, meg ezek a Péterháza, Kapernaum, stb. Borrá változtatnak, Kapernaumban élt egy király tisztviselő, akinek fia beteg volt, tehát az nagyjából egy napot ment ez az ürge, látjuk, mert másnap egyeztette az órát, tehát hogy akkor gyógyult meg. Amikor meghalt, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, megkérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, aki haldoklott. Jézus azt felelte, amíg nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Miért mondja ezt? Beteg a gyerek, hát hányszor vittek beteget hozzá, és meggyógyította. Ez a szemrehányás miért jött ki Jézusból vajon? Ugye én utána néztem, mert engem ez megütött, tudod? Tehát most ott van a szerencsétlen királyi tisztviselő, haldoklik a fia, és hisz Jézus, hát csak hisz Jézus, mert azért megy oda. És azt mondja, ha nem láttok, akkor nem hisztek. Mi van itt? Itt emlődött, mondjad? Szerintem azért, mert Jézus látta, hogy bizalmatlanok az emberek vele szemben. Hát de nem bizalmatlankodott oda, mert hogy gyógyítsa meg a fiát. Nem. Nem jó a válasz. Mondjad? Szerintem az lehetett, hogy Jézus már akkor is azt szerette volna, hogy mi imádkozzunk és a mi szavunkra is meggyógyul. Hiszen azt mondta, hogy ugyanazt fogjuk tenni, amit ő tesz, mikor ő elmegy. De akkor még ott volt, de nekünk akkor is már azt kellett volna tennünk, amit ő... Igen, igen. Na, megnéztem, jó, tehát ez egy jó, hogy nem mindjárt mindenkit Jézushoz cipelni, hanem igazából nekünk kellene olyan hitünknek lenni, mint Jézusnak, ugye legyen hitetek Istenben, sőt ő azt mondja, hogy aki benneteket hallgat, engem hallgat, aki titeket befogad, engem fogad be, tehát azonosul Jézus velünk, és hatalmat adott nekünk, hogy kígyókon és korpiókon taposunk, és az ellenség minden erejét, de van itt egy bökös dolog, ez a Galilea. Ez a Galilea. És akkor, na nézzük meg, egy kicsit belemegyünk az igébe, igézünk egy kicsit. Nem ezt, és nem azt, hanem ezt. Amikor Jézus Péter házába ment, ez is a Galilea. Látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Jézus megérintette az asszony kezét, és a láz elhagyta őt. Ezután az asszony felkelt, és szolgálni kezdett néki. Amikor beesteredett, sok olyan embert vittek hozzá, akiknek gonosz szellemek voltak, Jézus pedig szavával űzte ki a gonosz szellemeket, és minden beteget meggyógyított. Így teljesedett be, amit Ézsaiás proféta mondott. Ő vett el a gyengeségeinket, és ő hordozta a betegségeinket. Amikor Jézus meglátta az öt körülbelül tömeget, parancsot adott a tanítványok, hogy menjenek a tud, stb. Na, tehát meg mindenkit meggyógyít, mindenkit. Megkérdezem tőletek, hogy Jézus miért tagadta meg, aki tudja, az nem mondja. Miért tagadta meg Péter miért tagadta meg háromszor, hogy ismeri Jézust? Aki tudja, az nem mondja. Na, aki nem tudja, azt szóljon, hogy miért tagadta meg Péter, hogy ismeri Jézust? Háromszor, hogy nem ismerem, tudod a szolgálányot? Nem ismerem. Félt, hogy őt is megölik, így van, egyébként ez nagyon jó válasz, de a vicc az nem ilyen. Tehát most viccet mondok, azért, mert meggyógyította az anyósát. Tehát, bocsánat, ez ilyen, nem hallottátok még anyani, de itt van, ez jó vicc, na jó vicc, tehát azért ez beleférte. Aki érti, az érti, tehát meggyógyította az anyósát Péternek az anyósát Jézus, és utána Péter ezért háromszor megtagadta. Erről lehetne prédikálni, de ezt úgy nem fejtem most ki, ezt az ige folyamatot, ezt majd hagyom a többi testvéremre, akik engem kritizálnak, hogy fejtsék ki, hogy is van ez. Hát, ha kapnak kijelentést ebből.
De térjük vissza az egészre, és már is olvasok egy már, tehát látjuk, hogy mindenkit meggyógyított, stb. Stb. És akkor Jézus ezt mondja a Máté 11:20-ban, ezután elkezdte meginteni azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette. Megintette őket, mert nem változtatták meg a gondolkozásukat és az életüket. Rossz lesz neked, Korozain. Népe, rossz lesz neked, Betszaida alakulj, mert a Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyeket ti láttatok, az ő lakóik már régen megváltoztatták volna életüket. Már rég zsákruhákban ülnének, fejükre hamut szórnának, hogy ezzel is kifejezik, mennyire bánják a bűneiket. Igazán mondom néktek, Tírus és Szidon népének elviselhetőbb lesz sorsa ítéletnapján, mint nektek. És te, Kaparneum, azt hiszed, hogy a mennybe emelkedsz, a pokolba kerülsz? Mert ha Szodomában történtek volna meg azok a csodák, amelyeket ti láttatok, megmaradt volna a mai napig. Igazán mondom néktek, Szodoma népének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. Fú! Kapernaumról beszél. Ahonnan jön ez a százados, ez a, az ember. De a legnagyobb csodákat, itt tette. A legnagyobb csodákat itt tette. Na akkor most még összehasonlítva, elemzés. Szamáriai asszony, Kapernaum. Szamáriai asszonynál milyen csodát látunk, hogy tett Jézus? Tett valamilyen csodát? Hát nem olvassuk, lehet, hogy tett. De nincs róla szó. Az asszonynak megmondta, hogy mindent tudok rólad. És elmondta ezt. És ezáltal az asszony megtért, hogy mindent tudok róla, mégis szeretett, mégis befogadott, mégis leült velem beszélgetni, holott mindent tudott róla. Hogy öt férjem volt, és akivel érek, a hatodik, az sem férjem, az sem. Fantasztikus, és mégis nem erről beszélgetett velem, hanem arról, hogy hogy kell imádkozni, hogy Isten mit akar adni, az élővíznek folyama, stb. Szellemben és igazságban. Fantasztikus, a nő eldobta a vödrét, és befutott, és kijött az egész falu, és megtértek. Jézus utána két napig ott volt, és utána megy Kánába, utána megy Galileába. Utána megy Kapernaumba. Ott volt a Péter anyósának a háza, a tenger partján. Ma is ott áll, meg lehet nézni. És mi történt? Kapernaumban pedig, és Galileában rengeteg csodát művelt Jézus. Itt van egy nagyon fontos kérdés. Az, hogy mi történt ezekkel a kapernaumi emberekkel, és mi történt a szamaritánusokkal. A szamaritánusok, képzeljétek el, hogy ők valahogy nem estek bele abba a csapdába, amiről most én profétáltam az elején. A vallásosság csapdájába nem estek bele. Emlékeztek, mit mondanak a végén is? Szállj le a keresztről, Jézus, és mi hinni fogunk neked. Elég gonosz gondolat, nem? Miért nem hittek? Miért nem hittek, amikor látják meggyógyulni a betegeket? Minden beteget meggyógyított, így olvassuk. Kiűzte az ördögöket. Egy érintéssel Péter anyósát meggyógyítja. A hegyi beszéd ott zajlik. Egy csomó minden. Ott engedik le a gutaütöttet, akit fölállít. És azt mondja, hogy a bűneit meg vannak bocsátva. És utána belekötnek azért, hogy viszi az ágyát. Szombaton. Nem borulnak le. Nem rendülnek meg. Miért nem borulnak le? Miért nem rendülnek meg? Nem tudták elfogadni, mert nem onnan jött, és nem úgy, és nem azt képviselte, amit elvártak. Figyelj! Nagyon fontos dolog, hogy a szívedet üresítsed meg. Hogy be tud fogadni az Isten. Feltétel nélkül. Feltétel nélkül. Ha nem gyógyít meg, akkor is. A Sidrák, Misák, Abadnego. Azt mondja, ha nem tenné is meg, mi akkor se fogunk a bálványoknak áldozni. Akkor meghalunk, de akkor is az Istené vagyunk. Testvérek, különösen a karizmatikus mozgalom olyan mértékig lett sikerközpontú, hogy tönkretette az Istennel való szívtől szívig való egységünket.
Mert ha már nem gyógyul meg valaki, akkor vagy hitetlen, vagy bűnös, vagy átok van rajta, vagy valami hasonlót. Mennyit szenvedtünk emiatt? De Isten azt mondja, ha nem látsz ilyet, akkor már nem is hiszel. Ez a fontos neked, hogy gazdag legyél, hogy egészséges legyél, hogy áldott legyél. Nem az, hogy a szívedbe legyek. Hogy a legbelsődbe beköltözzek. Nem ez a legfontosabb neked? Bocsánat, hogy ordítom. Uram, ne haragudj. Ja, nem haragszol, jó. Én egy kicsit haragszok magamra. Ordítok itt. Tudod, én nyomatékot akarok szerezni a kenetnek. Ez a húrnak a tüzemben. Az úrtüze bennem? Mentsél meg testének, köszönöm. Mentsétek meg Billit. Megpróbálok nem mondítani, uram. Úgyis mindjárt végzem, mert át kell adni ahhoz uracsonat terepének a helyet. Na, te! Mennyire megnyomorítottak bennünket ezek a gondolatok, és képzeld el, ezek is vallásos démonok, akik hozzák az igéket, de te nem tudsz belépni azon a kapun, ami nem nyílik meg. Mai napig megkeresnek engem emberek, hogy a Mária vajon miért nem gyógyul meg. Még itt tartanak. Nem ott tartanak, hogy milyen jó Karesz, hogy meg tudtál állni ebbe a dologba. Milyen jó, hogy jól vagy, hogy másokat is erősítesz. És a Mária mosolyog, nincsen fájdalma. Most is, amikor kik voltak ott, már nem is tudom, valaki. Ja igen. Na, erről nem beszéltek. Na akkor voltak ott mások is. Szóval valakit behoztak a szobába, és bemutatták a Máriának, és mosolygott, és így teljesen örült. Egy ilyen nyomorult állapotban. Ez nem az Úr dicsősége? Csak az Úr dicsősége, hogy kijön az ágyából? Csak azt tudjuk elfogadni? A tolószékes már nem? És utána azt éreztetjük, hogy az Úr sebeiben meggyógyultunk, hogy baj van vele? Gyerekek, ez egy kegyetlen menet lett így. Jézus ma ide jönne és azt mondaná, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem fogadtok be! Úgy, mint a szamaritánusok. Mert azok befogadtak jelek és csodák nélkül. De itt mindent. Itt mindent megtett. Mégse volt jó. És hozzuk az igéket, természetesen. Én is hoztam az Úrhoz az igét, uram, én tudom, hogy az Úr sebeibe meg, ezt kijelentetted nekem, teljesen biztos vagyok benne. Miért van ez akkor? Hogy van? És akkor megmutatta az Úr nekem a Máriát, teljesen egészségesen, mint 16 éves. És azt mondta, hogy nálam ilyen, és ilyen lesz. Lehet, hogy te ezt nem fogod most itt még meglátni, de majd meg fogjuk látni ezt. Teljesen meg vagyunk gyógyulva. Nem véletlenül kell a csodatévő erő, a kijelentés, a gyógyítás ajándéka, hogy ezt a valóságot behozzuk ebbe a szférába. De ezt nem tudod behozni a saját erődből. Ez csak amikor megmozdul a víz. Amikor a Szent Szellem indít. Amikor az Úr kerete kiárad. Nem tudsz magadtól, nem tudsz egy halottat feltámasztani, de nézd meg, amikor feltámaszt a Lázárt, ő tudja már, miért oda megy, hogy Lázár meghalt. Mert azt mondja, a barátunk elaludt, és azt mondja, hogy elaludt, akkor... De nem, azt mondja, meghalt Lázár. Meghalt. Értitek? De hogy higgyetek bennem, még mindig ez a csörte meg, hogy higgyetek bennem, hogy elhiggyétek, ti zsidók, akik engem vártatok, hogy bebizonyítsam, hogy a halálon is van uralma. Menjünk el! És amikor a Lázár... Tényleg erre akartam is prédikálni. Na mindegy. Amikor a Lázár a kapcsolatban Mártával és Máriával beszél, és háborog a lelkében Jézus, képzeld el, az van odaírva, hogy belülről megrendült,
és háborgott, nem elkeseredett, hanem háborgott azon a hitetlenségen, amit ott láttak, mikor azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, és még azt mondja, de itt lettél volna, az rendben van, nem halt volna meg, de nem voltál, de nem érted szemrehányása, de nem voltál itt. Hogy lehet, hogy meghalt a barátod? Hogy lehet, hogy Keresztelő Jánost egy kurva miatt levágják a fejét? Hogy lehet, Uram, hol vagy? Jön a kérdés, és jön az ördög a szívedbe, hogy hol van az Istenem? Hajtsd el a fenébe ezt a gondolatot, és mondd meg, hogy én az Úrban vagyok. Amen. Betegen, egészségesen, pénztelenül, pénzesen, gyengén és erősen az Úré vagyok. Amen. Testvéreim, el fogunk menni erről a földről. El fogunk menni erről a földről. Az Úr sebeibe. Ki vagy rúgva innen. És majd új testet kapsz. Miről beszélünk? Hogy lehet ezt így beállítani ilyen központi tanításnak? Hogy lehet ilyen tévtanítást rányomni a testvéreikre? Hogy lehet így megnyomorítani pont azt, aki amúgy is nyomorult, amúgy is küzdködik, amúgy is nehézségben van? Utoljára Péter fiam beszélgetett egy nagy kenetűvel. Isten áldja meg. És mondja, hogy hát Péter, az a baj, hogy nem hittétek igazán el. Szerintem a Mária még most is azért nem tud elmenni, mert annyira el akarja írni, hogy itt marad. Komolyan? Komolyan? Az út tett csodát a Máriánál többször, és láttuk, és fölállt, stb. De most valószínű, hogy elmegy, és nem baj. De nekünk marha nagy baj, valami összeomlik a teológiánk, hál' Istennek. Úgy érzem, hogy az életem olyan, mint a Jóbé, olyan, mint a többieké, olyan, mint a Jeremiásé, hogy bedugták a pöcegödörbe. Azért, mert ilyen Izrael. Hát megtörténnek velem azok a dolgok, amin keresztül Isten tanítani akarja az ő népét. Csodálatos dolog történik velem, gyerekek. Visszatérek az élő Istenhez. Talán még sikerül élő hitűnek lennem. Tele Isten kegyelmével és szeretetével. Talán még sikerül elérni a vonatot. Mert a vonat megy. És azt mondja, hogy gyere, szálljál fel. A kegyelem vonat, ahogy a Pintér Béla énekli. Az állomáson van, és van még hely. Gyere, van beszállási lehetőség. A jegy is megvan. Névre szólóan ki van állítva. És ne legyél szomorú, és egy pillanat alatt föl tudsz állni a tolószékből, ha az Úr megérint, és hogyha abban maradsz, akkor sem csenű baj. Mert az a legcsodálatosabb dolog, hogy a Krisztus veled van. Jézus nem gyógyított meg mindenkit egyébként a Betesda fürdőnél sem. Egy embert. De nem beszélünk az ott hagyottakról. Miért nem? Miért nem prédikálunk arról, hogy akiket ott hagyott, azokkal mi történt? Miért nem beszélünk azokról? Mert az ugyebár kudarc a világ szerint, az emberi elvárások szerint, a vallás szerint. De Jézusnál annál nagyobb dicsőség nincsen, mint valaki betegen dicséri az Urat. Mint a valaki fájdalmak között imádja őt. Mint a valaki anyagi tönkrementségébe nem adja át magát a keserűségnek, a depressziónak, hanem bízik az ő Istenébe. És lehet, hogy szegény, de boldog. Lehet, hogy nem jönnek össze a dolgai, de Jézus ott van a szívében. És erős. Olyan erős, mint az a ember, aki a Filippenszit, talán Indiában, amikor volt egy ilyen, talán vak is volt az a nő, meg nyomorék, ott a földön volt, mert leprás volt, és akkor Jenszéért imádkozott. Azt mondta, hogy neki ez a szolgálat, hogy imádkozik Isten szolgáiért. És olyan boldog, hogy látja, hogy milyen nagy üzenet, ugye megkökeltő kegyelmet, aki írta, hogy milyen nagy üzenet jön ki ő belőle, és olyan boldog, és ott volt, érted, ilyen nyomorultan, porba, vakon, rohadtan. Ezt nem akarjuk hallani, mert azt mondjuk, hogy na. Picit gondolkozzatok el, hogy miért haragudott Jézus a kapernaumi, meg a galilai hívőkre. Miért szólt így be? Mert fájt neki ez a szemlélet. Fájt neki,
hogyha már nem történik valami, akkor már nem is hisztek. Már ha nem oldódik meg valami, akkor már el is távolodtok. Már ha valami túl hosszan tart, akkor föladjátok. Ne adjad föl. Tényleg soha ne add fel. A könyvet megint kiadjuk. Figyeljetek ide, majd folytatjuk ezt a kis eszmefuttatást. Van egy... Valaki zenész maradt még itt a teremben? Egy, jó. Mert nem merem megkérdezni, mert ennek egy fel a gitárodat szépen. Jó? Jó, hanem neked énekeljük, amit az egész közösség tud. És akkor átadom a drága angyalarcú Nagy Ferinek a terepet. Ha az anyja
számunkra, hogy a te házadban lakhassunk életünk minden pillanatában. Köszönöm, Uram, hogy itt együtt lehetünk, Uram, hogy egy test vagyunk, Uram, és egy testnek vagyunk a tagjai. Dicsérlek és magasztalak, és hálát adok ezen alkalomért, Uram, hogy szóltál a te népedhez. Igen, nagyon jó dolgok hangzottak ma el, ezért én nem is húzom sokáig az időt, és nem fogok prédikálni, megígérem. Egy dologról... Hát, azt fogsz csinálni, mint az Úr. Igen, azt fogok csinálni. Engedelmes vagyok a fel. Jó. Tehát egy dologról szeretnék beszélni, ami a római levél kezdi, azt mondja, hogy a Róma 8-ban van, hogy a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben. Ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit itt Pál megfogalmaz, mert mindnyájan testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. A testi életünk az az atyáinktól örökölt, géneinkbe örökölt dolgokat tartalmazza, és azt szerint reagál a világnak a kívánságaira, a világnak a kihívásaira. És Isten azt mondja erről a testről, hogy a Szent Szellemnek a temploma. De itt azt mondja, hogy a test gondolata az halál. És valóban, még mi hívők is sokszor azt veszük észre, hogy a testünk az nem hisz az Istenben. A testünk az nem képes kapcsolódni az Istennel, hanem úgy, ahogy mondja, egy ellenségeskedés van benne az Istennel szemben. És sokszor nem értjük, a kareszit beszél ugye a vallásokról, beszél a törvényességről, ugye, hogy a törvény az rabbá tesz, ugye, az Isten szelleme pedig szabaddá tesz. De itt mondja, hogy mi nem vagyunk testben, hanem szellemben. Ugye a János evangélium az úgy kezdődik, hogy az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. De valakik pedig befogadák őt, hatalmat adna azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. És itt van az evangéliumnak a lényege, meg az én megtérésemnek is, mert én ugye most nem tudom megmondani a megtérésem történetét. Tehát mindjárt úgy tértünk meg, hogy egy ige, vagy egy szó, vagy az Istentől jött érintés, megérintette a szívünket, és odafordultunk Istenhez, ő bejött a mi szívünkbe, és megszületett az új teremtés a szívünkbe. És ez a dolog, eznek semmi köze a testhez. Ez az Istentől született, és ez rendelkezik az Istennek a tulajdonságaival. Úgy, ahogy Isten eleve elképzelte az embert. Mert azt mondja, hogy kezdetben teremti az embert az ő képére és hasonlatosságára. És ez az új teremtés valóban az Isten képére és hasonlatossága teremtetett, és tartalmazza az Isten szeretetét, tartalmazza azokat a gyümölcsöket, amit a Galata levélben leír, ugye a békesség, a béketűrés, az öröm, de te ezt testből nem tudod produkálni. Ez az új teremtésnek a szuverenitása, az új teremtésnek a tulajdonsága, és ez ő benne van benne. És mindnyáján egy kicsit ilyen szempontból kettős állapotban vagyunk, mert testben élünk, de van bennünk egy új teremtés. Biztos észrevetted már, hogy akármilyen rossz állapotban vagy, és megy benned egy dicsőítés, megy benned egy imádság. És ez az Istentől van, ez független tőled. És ennek az új teremtésnek van örök élete. Na, nem akarom húzni az időt. Ezt azért mondtam el, mert az úrvacsora az
De sokan nem mernek úrvacsorázni, majd mindjárt felolvasom az úrvacsorai igét, és van ott egy nagyon fontos dolog. De olvassuk el, és akkor... Na. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek is előttükbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elájultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtörettetik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, és ezt mondván. E pohár az az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valahannyiszor isszátok az én emlékezetembe. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És itt van ez az ige, ami most következik, amit mindig félreértenek a hívők, mert ez egyáltalán nem arról szól, hogy amit ők gondolnak. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyél abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úr testét. Hát ezt úgy szokták értelmezni, hogy ha én most bűnt követtem el, akkor nem mehetek úrvacsorázni, igaz? Mert általában minden hívő ezt így értelmezi. De itt egyáltalán nem erről van szó. És van itt egy citálás, ami... Ezt meg is magyarázza, ez a 2 Korintus 13. Én nem vettem fel a szemüveget, most sem vagy. Mert hitetlen vagy, azért volt a szemüveg. Igen, nem látok rendesen, igazán. Igen, igaza van neki, mert egyébként ez a vonatos példázat, hogy mindig fönn vagyunk a vonaton, én főiskolás koromban levonattam a vonatról, mert fölvittük a bőröndünket, aztán a évfolyam társaimmal kettővel leszálltam, hogy megiszünk egy sört, mert nagyon meleg nyár volt. És hát akkor még sportoltam, nem voltam ilyen 110-valány kiló, és egyszer csak azt mondja a főiskolástár, hogy megy a vonat. Hú, akkor elkezdtünk futni, gondoltuk, hogy elérjük a vonatot, és ha majdnem el is értük, körülbelül annyira volt így a vonat hátulja, mint a bogár. És minél jobban futottunk, annál jobban távolodott a vonat. Úgyhogy lemaradtunk a vonatról, de hál' Istennek akkor pedig nem volt rádiótelefon, volt annyi esze, aki fönn volt a vonaton, hogy levették a bőröndjeinket, és éjszakai vonattal odaértünk, mert ez csak egy ilyen kitér volt, hogy az ember van, amikor lemarad a vonatról. Na. De hát ez éjszakai? Éjszakai vonat megy, így van. Azt mondja itt az ige, hogy kísértsétek meg magatokat, hogyha hitben vagytok én. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek én magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van, kivévén, ha méltatlanok vagytok. Tehát itt nem a bűnökről beszél, hanem a hitről beszél. Amiről itt a testvérem beszélt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy bennem lakik a Krisztus, az új teremtés, amit azért mondtam el az egészet, hogy én nem testbe élek, meg ti is egyikőtök se testbe él, hanem a Krisztusban él, a Krisztus él már bennem, én egy más ember vagyok. Ugye Nikodémusnak föltette a kérdést Jézus, hogy ugye szükségnétek újonnan születtetek, hogyan mehetek vissza az anyám méhébe? És akkor miről beszélt? Az ő saját haláláról és feltámadásáról beszélt. Arról beszélt, hogy ő meghal a mi bűneinkért, és feltámad a mi megigazolásunkért. És amikor te ezt elhiszed, akkor te a Krisztusban vagy, és minden nap bennünk van, ő nem távozik el tőled, ha bajban vagy, ha bűnben vagy, ha ő örökké ott marad, mert ő szeret téged. És hogyha ő veled van, akkor te úrvacsorázhatsz, mert az úrvacsora az nem más, mint egy emlékvacsora. Emlékszünk az ő halálára, hogy ő bűntelenül bűnélettel érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benned. Mert mi az Isten igazsága vagyunk. Mert bennünk él a Krisztus, és nem én élek, hanem ő él bennem. És egyek lettünk ő vele. Mert te vagy a fej, vagy ő a fej, de egyikünk a szív, a másik a vese, a kar, a köröm, a fül, a haj, és mindenkire szükség van.
értékes emberek vagyunk, nem vagyunk értéktelenek. Még amikor a legértéktelennek tartod magad, akkor is Isten nagyon értékesnek tart. Én csak ennyit akartam mondani. Ott hátul van az úrvacsora, ez a kenyér, ez a Krisztus teste, az arról szól, hogy mi testvérek vagyunk. Arról szól, hogy a Krisztusnak egyen-egyenként tagjai vagyunk, és összetartozunk. A vér, az pedig a kegyelemnek a vér, amiről mindig a prédikáció szól, hogy meg vagyunk váltva, hogy az Isten országának az örökösei vagyunk, hozzátartozunk a Krisztusra, és együtt leszünk. És ha elismérsz innen, vagy meghalsz, vagy bármilyen nehézségben is vagy, azt mondja az ige, hogy eljöv az Úr az öt sok ezer szentjével, és együtt leszünk örökké az ő országában. És ott nem lesz bűn, nem lesz szeretetlenség, hanem csak öröm lesz, békesség, és az Istennel leszünk együtt örökké. És ebből áll a mi reménységünk és a mi hitünk. Jézus, dicsérlek és magasztallak és áldalak, Uram, és köszönöm, hogy most emlékezhetünk rád. Emlékezhetünk arra, hogy ugyan érdemtelenül, de mégis igazzá tettél bennünket, hogy tökéletesek vagyunk te benned, mert ez a kenyér, amit megtörünk, ez a te tested, amely megtöredett érettünk, hogy mi testvérek lehessünk, hogy ne arra nézzünk, hogy mit rontottunk el, hogy mit revett rá bennünket az ördög, és mi az, amit tönkrement a mi életünkbe, hanem arra nézzünk, Uram, hogy te értékesnek tartasz bennünket, és hogy testvérek vagyunk. És megáldjuk, Uram, ezt a poharat is, amely az új szövetségnek a vére, amely nem a törvényről szól, hogy nem megy nekünk, hanem a kegyelemről szól, hogy nem adjuk fel soha, és hogy sikerül, és hogy a te véred engesztelő áldozat a mi bűneink felett, Uram, és hogy egyszeri áldozat örökké tökéletesítetted a megszenteltünket. Köszönjük ezt, Uram, és nagyon nagy szükségünk van rád. Amen. Vegyétek a...